Deák Béla vagyok. Deák Béla, és honnan? Hát a Karancs völgyi, én három faluban is laktam. Hát melyik? Egyiket mondja. Karancs Keszibe, 9 éves. Milyen helyre? Hát igazság az, hogy 44 évem le van dolgozva, és 40 évet főnök voltam is, amit ma látok. Ugye hívtak a kormányhivataltól is, hogy építésvezető voltam, hogy tanítsam a viakor ragásra a közmunkásokat. De már elegem volt abból a szakmátlan csapatból. Hál' Istennek ez nem jellemző volt, de zömmel azért nagyon-nagyon sokat kellett ott segíteni ténylegesen is, és úgy eldöntöttem magamban, hogy nem kívánok már, tehát ilyen idegi terhelésnek magamat nem kívánom kitenni, meg a családomat is. Hát van a gyerekekkel kapcsolatosan nagyon sok tennivaló van. Az unokám is zenél, tehát vele is most már egyre többet lépünk, hogy föl, tehát nagyon jól le tudom vezetni a fölösleges energiámat, a nyugdíjammal semmi baj nincs, mert hát én még a zene után is fizettem adót, amit nagyon sokan nem tudtak megoldani. Én fizettem adót. Ön már nyugdíjas egyébként, mivel töltje szabad idejét? Jaj, hát tehát én már 10 éve vagyok nyugdíjas, és ugye kertes házban lakunk, állandóan van valami csinálni való, a feleségem jobban dolgozik, mint én többet dolgozik, de mindig kell segíteni, be kell indítanom a kapát, tehát a rotációs kapát, ő aztán folytatja. Mennyire indítom a fűnyírógépet, ő folytatja, és a szabadidőmben meg zenélek, csoportokat viszek föllépésre, tehát Karancskincse vegyes kórust, egyébként a Karancslapújtő legnagyobb kulturális egyesületét vezetem, a Karancskincse Közhasznú Egyesületet is, hát nagyon sok felé megyünk föllépni. Összeszedem ott a környékbeli énekeseket, főleg asszonyok vannak sajnos, férfiak nem nagyon akarnak, inkább a kocsmába mennek, sajnos. És hát úgy megyünk, most is, hétvégén is fellépés volt. Néznapokon szerepeltünk még másfelé is, csak reklámot nem akarok ennek csinálni. Nálunk inkább az a jellemző, hogy fiatalokat. Mert úgy van, hogy támogatást kaptak a Balatoni cégre. Igen, én meg ott beírtok. Én nem akarok képen rajta lesz. Kocsi! Három mikros. Nyilvántartott, regisztrált munkanélküliek. Engem ne vegyél. Itt egyébként? Igen, folyamatosan. Jelentkeznek? Sajnos nem. Itt van, látom, ez a lista. Aki jelentkezik, az is meggondolja magát, és nem akar jönni. 1000 héttel számoltam egyet a kaját, 4070 forint. Most van 5200. Nincs rajta kendő, akkor az alszónak a tőle, az nem úgy van, hogy... Hát akkor így... Na. Jó van ma. Vessünk.
34.000. Hogy egy TV2-s mikrofonnal vagyok lefényképezve. Na? Abba elég, abból sejtetik, hogy mi van. Jó napot! Itt még szeretnék dolgozni. Itt még szeretnék